A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2024-ben főként a rendezvényszervezők, a reklám, marketing és médiaszolgáltatók, a szépségiparban dolgozók, illetve a zöldség- és gyümölcskereskedők gazdasági tevékenységeit vizsgálja. Az idei nyári ellenőrzéseket folyamatosan nyomon lehet követni az Adótrafipaxon, amely a NAV honlapján található meg. A NAV minden évben közzé teszi az ellenőrzési tervét, ez az adózók számára elérhető. Ebből már lehet következtetni arra, hogy körülbelül hol milyen ellenőrzések várhatóak, de ez egy általános tájékoztatás. Az Adótrafipax az annyival több, hogy itt a vármegyei igazgatóságok már a konkrét ellenőrzéseket fogják közzé tenni az időszak megadásával, illetve hogy milyen típusú ellenőrzések várhatóak. Természetesen ez nem zárja ki, hogy más ellenőrzések is közben legyenek, illetve az is előfordulhat, hogy a revizorok ugyanoda visszatérhetnek. Ragya Mockiné Kis Gabriella kommunikációs referens kiemelte, az ellenőrzések folyamatosak és nem csak rendezvényekhez köthetőek. A nyugtaadás, számlaadási kötelezettséget ellenőrizzük, a foglalkoztatottak bejelentését, áruerdet ellenőrzést, illetve esetenként a jövedéki termékekkel kapcsolatos ellenőrzéseket fogjuk elvégezni. Ezt érdemes egyébként folyamatosan nyomon követni, hiszen változik. Van olyan, hogy csak egy hétre szól, van, amikor egy hónapra szól, illetve vannak konkrét rendezvényhez kötött ellenőrzéseink, ilyen például az EFOT, ami most került fel egyébként a honlapra, illetve vannak termékkörös, például szezonális zöldséggyümölcs, illetve a fagylalt készítőknek az ellenőrzése. A NAV honlapján található Adótrafipax szerint az elkövetkezendő időszakban kiemelten a Velencei tó térségében, a Fejérvár megyei szezonális zöldség és gyümölcs értékesítőknél, a fagylaltárosoknál, illetve az EFOTTON végeznek ellenőrzéseket.